Köszöntelek benneteket, sziasztok! Október végén, illetve november első napjaiban enyhébb időre számíthatunk, és időnként felhős lesz majd az ég. A hajnali órákban, az északi völgyeinkben azonban fagy is előfordulhat. Kevés csapadékra készülhetünk ugyanakkor, hiszen szárazabb levegő érkezik fölünk. A felettünk tartózkodó hullámzó frontrendszer a következő napokban arrébb vonul, és nyomában észak-nyugat felől, mint ahogy már említettem is, szárazabb levegő érkezik hazánk fölé. Változás leginkább majd csak a hétvégén várható, amikor is délire fordul az áramlásunk. Az előttünk álló éjszaka folyamán a felhőzet szakadozni vékonyodni fog. Legkevésbé felhős tájaink az északi középhegységen, valamint az alföld északi részén lehetnek. Ezeken a területeken látszik is, hogy fagypont alatti hőmérsékleteket mérhetünk. Az északi középhegységben a leghűvösebb órákban akár mínusz 5 fokig is csökkenhet a levegő hőmérséklete. A Dunántúli területeinkön viszont több lesz majd a felhő, és ezen a részen akár párásságköd is kialakulhat majd a hajnali órákban. Délkeleten viszont megszűnőben lévő csapadék lesz, és az éjszaka első felében még tapasztalhatunk némi esőt, azonban később ez is megszűnik majd. A holnapi nap során a Dunántúlon képződött köd és párásság megszűnik majd, és ezt követően száraz időre készülhetünk az ország legnagyobb részén, kevés felhőzet lesz majd az ég igen, csak a délnyugati, illetve délkeleti tájainkon lehet majd egy picit több a felhőzet, itt némi csepergés is előfordulhat. Mérsékelten meleg időben lesz részünk 8 és 13 fok közötti hőmérsékletekkel. Pénteken jelentős változásra nem, szám, nem kell készülnünk, ezen a napon is általában 10 fok körüli hőmérsékletek várhatóak. Változás igazából, mint ahogy már a videó elején is említettem, szombaton érkezik majd, amikor délire fordul az áramlásunk, és ezáltal melegebb, enyhébb tömegek élik el hazánk területét, ezen a napon akár már 17 fokig is emelkedhet majd a levegő hőmérséklete. Az éjszakai, illetve hajnali órákban azonban vigyázni kell, hiszen csípős reggelekre ébredhetünk, hiszen az éjszakai fagyok még előfordulhatnak. Köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, és tartsatok velünk holnap is!